igazgató, aki... Szabó Károly, a Székelyudvarhelyi Könyvtár igazgatója, hétköznapjai tehát a polcok között telnek. Szabad idejében azonban rögtön elhagyja a várost, úti célja egy felújított falusi ház a Nyikó menti medesében. A falu ideális színtere Szabó Károly hobbiának, a könyvtárigazgató ugyanis, ha csak teheti, szárnya elé fogja kutyáit. Az első lépés az alumínium vázas szán előkészítése. Első lépésként ugye összekötjük a szánt a kötélzettel, mert hiszen ez teremti meg a kapcsolatot a kutyák és a szán között. Ez egy biztosító kötél, amit most itt próbálok kibogozni. Ez tulajdonképpen csak arra szolgál, hogyha véletlenül elesnék, akkor a szánt ne engedjem el, tartsam meg. Ezt most ide felteszem, ezt majd arra fogjuk használni, hogy kikötjük a szánt a befogásnál. És hát akkor a kötélzet első részénél látható egy ilyen rugalmas szakasz. Ennek az a szerepe, hogy a kutyák, amikor nekiszöknek a húzásnak, akkor ne legyen egy rántás a gerincoszlopukra, hiszen ugye a kutyák vízszintes irányba húznak, tehát az erő vízszintes irányba hat. Ebben a sportban a kutyák mellett az egyik legfontosabb tényező a környezetismeret. A kutyaszánhajtóknak ugyanakkor a hideggel is meg kell küzdeniük. Ezzel kötjük hozzá tulajdonképpen a kutyát a hámhoz. Ezeken, mint látható, sárga karabinerek vannak. Ez azért van, hogy télen, ha beletesszük a hóba, hajlamos arra a karabiner, hogy befagyjon, és egy pillanat alatt a kéz melegétől átmelegszik, jól vezeti a hőt, és akkor könnyen lehet nyitani, zárni. A szán elé négy kutya kerül, a fiatalabbak hátra, elől pedig a vezérkutya Igor és párja Mara vezet. Az északi fajták, amilyen a szibériai husky is, ideálisak a középtávú versenyekre, hiszen bár kisebbek, mint az alaszkai malamut, kirobbanó erejük miatt gyorsabbak, tagba szakadtabb társaiknál. Talán genetikailag ők még közelebb állnak ahhoz a farka szellemhez, amit annak idején farkaskorukban, vagy őskutya korukban ők éltek, és emiatt van egyfajta viszonyulásuk az emberhez, és van egy másik fajta viszonyulásuk egymáshoz. Nagyon pontosan és szépen látható a falkán belüli hierarchia. Az, hogy kinek mi a helye, hogy foglalja azt el, hogyan végzi azt, hogyan működnek együtt bármilyen tevékenységbe. A féktelen nyűszítés azt jelzi, hogy a huskyk már türelmetlenül várják a kilométereket. A szikrázó napsütés sem képes enyhíteni a mínuszokon, a kutyák mégis fegyelmezetten követik a parancsokat. Négy jéghideg kilométerrel bántak el a kutyák, szűkülésüknek azonban már nyoma sincs. Fáradtan nyúlnak el a hóban, míg gazdájuk teát forral, hogy leöblítse a hideg élményt. Olyan furcsa dolog az, hogy az ember és az állat együtt kimegy a hóba vagy a természetbe, és gyakorlatilag van egy egymásra utaltság, mert hiszen egyik se tud meglenni a másik nélkül. Ma már a kutya is ki van szolgáltatva az embernek, az ember is ki van szolgáltatva, ilyen esetben a kutyának. És ahogy létrejön ez a szimbiózis, hogy ember és kutya, kutya és ember együtt valamit közösen végeznek, és ez mögött még teljesítmény is van, mert hiszen az ember is ki kell adja magából, amit ki tud adni, a kutya is ki kell adja magából, amit ki tud adni, és a kettőből lesz valami jó. Ez egy nagyon fontos dolog. A kutya az ember legjobb barátja, a közös száguldás pedig még inkább ráerősít erre.